Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Ennél a jóslásnál megtekintjük azt, hogy mit akar tőled. Vagy keresi ezt a testi közelséget, vagy szeretne egy párkapcsolatot kialakítani veled. Milyenek az érzelmei? Itt ez a kártya arra utal, hogy hogy viselkedik jelenleg veled szemben. Ez a könyv jelentheti a tudását, vagy egy továbbképzést is, de ennek a kártyának is van egy szimbolikus jelentése, és arra utal, hogy ő nagyon zárkózott, vagy valamit eltitkol előled. Lehet, hogy nem fejezi ki azt, amit tervez, vagy nem beszél érzelmekről. Itt minden olyan titokzatos. És most megtekintjük a következő kártyákat. Ez a három kártya itt fent azt jelenti, hogy gondol rád, vagy mit tervez. Ez a kutya természetesen jelenthet kutyát is, de szimbolizálja a hűséget. És az azt jelenti, hogy ő hűséges hozzád, vagy elvárja azt, hogy te légy hűséges hozzá. Amit még ez a kutya szimbolizál, a barátságok. Lehet, hogy a baráti kör hat rá, vagy ő nem beszél érzelmekről, és úgy mondja neked, hogy maradjunk jó barátok, lehet egy testi közeledés, de én most nem akarok párkapcsolatot. Viszont itt vannak a könyvek, ugyanúgy, mint ahogy ez a könyv itt is látható, és ez utal arra, hogy vannak titkai. Vagy eltitkolja az érzelmeket, mert nagyon zárkózott. És ez a nagy medve segít, mert ez ad erőt. Vagy ő ad számodra erőt, vagy te segítesz neki, de megvan ez a belső erő, ez a belső hit, hogy ebből a kapcsolatból kialakul valami. Itt nem csak egy ilyen testi közeledésről van szó, hanem neki vannak tervei vele, de nem mondja ki. És most megtekintjük a következő kártyát. Ez a kártya itt nagy szerencsét hoz, és ez utal az ő érzelmeire. Ő boldog veled, mert szerencséje van, hogy összejöttetek, de nem beszél erről. Minden olyan titokzatos. És most megtekintjük a következő kártyát. Itt, ezen a képen látható egy álarcos pál, és utal arra, hogy mit közöl veled. A hetes szám itt fent az a hold energiájával van összefüggésben, és az utal az érzelmekre, ugyanúgy, mint itt ez a kehely, és az álmokra, a vágyakra, a reményekre, ez mind itt van, de ő maszkot visel, és nem beszél, inkább hallgat. Hallgat arra, hogy te mit mondasz neki. Ő nem nyitott érzelmekről beszélni, viszont hallani szeretné, hogy te szereted őt, és megvannak az álmaid, a vágyaid és a remények. És most megtekintjük a következő kártyákat. Itt ez a három kártya középen arra utal, hogy mit fog tenni, ami a párkapcsolatotokat illeti. Itt kell számára az elismerés. Bizonyára vannak céljai, amit szeretne elérni, a hivatását illetően is. De ami a párkapcsolatot jelenti, elvárja azt tőled, hogy csodáld őt, és akkor lesz itt hamarosan egy találkozás, közeledik hozzád. Ha ő elégedett lesz ezután a találkozás után, akkor itt lesznek változások, és jobbra fordulnak a dolgok. Ez a változás lehet, ami a párkapcsolatotokat illeti, vagy a környezetben változik valami. És mit kellene tenned annak érdekében, hogy végre tanulja meg azt, hogy beszéljen érzelmekről is, vagy mondja meg azt, hogy mit akar.
Itt van tanulás, tehát ezt is jelenthetik a könyvek. És ezt megtekintjük most a következő kártyánál. Itt ez a színdarab volt a múltkori kivetésnél is. Igen, itt erről van szó. Itt van egy színdarab, és ebben te játszod a főszerepet, és te választod ki a kosztümöt. Itt az állarcos bálon neki volt ez a kosztümje, most pedig te öltözöl át. Mégpedig ez azt jelenti, ha úgy gondolod, hogy számodra előnyös vagy kellemes az érzelmeidről nyitottan beszélni, akkor tedd meg ezt. Akkor ez a te kosztümöd. Viszont, ha érzelmekről van szó, és úgy gondolod, hogy ő nagyon zárkózott, nem beszél érzelmekről, mint amire itt a könyvek utalnak, és mindig úgy mondja, hogy itt barátságról van szó, akkor ebben az esetben kell számodra egy másik kosztüm, és tégy úgy, mintha te is barátilag kezelnéd őt. Vagy egy másik taktika, ha úgy érzed, hogy ő féltékeny, és ilyen esetben közeledik hozzád, kimutatja az érzelmeit, akkor kell itt egy másik kosztüm, keresd a kapcsolatot az ő barátaival, vagy találkozz másokkal, így barátilag, mert akkor reagálni fog, és eléred azt, amit szeretnél, mert akkor közeledik hozzád. A jövőt itt ez a három kártya mutatja. Az első képen az erőről van szó, ugyanúgy, mint ennél a medvénél is. Ez azt is jelenti, hogy védd magadat, mutasd ki az erődet, de jelenti a belső erőt is. Higgy abban, hogy jóra fordulnak a dolgok. Így lesz, mert ő kezébe veszi ezt a botot. Keres egy új irányt. Itt vagy mellette, ezt szimbolizálja ez a bot, de van egy harmadik még a háttérben, az lehet egy harmadik személy, vagy jelentheti a múltját. Ő elfordul ettől, tekint egy új irányba. És hova vezet? Hogy ti ketten maradtok. Ez a harmadik személy eltűnik, lezárja a múltját, és itt ketten kerestek egy új lehetőséget. Mindkét kártyánál a tűz eleméről van szó, ami utal a bátorságra, ugyanúgy, mint ez a kép, vagy ez a kártya szintén ezt jelenti, azon kívül jelenti a lelkesedést és a vágyakat, a testi kapcsolatot is, de itt nem csak testi kapcsolatról van szó, hiszen ő boldog veled, találkozni akar veled, lesznek változások, és nálad fontos az, hogy figyeld az eseményeket, légy diplomatikus, és változtasd mindig a kosztümöket attól függően, hogy ő hogy viszonyul hozzád. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!